Az elmúlt évben, de leginkább a fekete özvegyel induló negyedik fázis óta egyértelműen leáldozóban van a Marvel csillaga. Noha a látványos anyagi bukásokat eddig megúzták többnyire, a nézők és a szakmai visszajelzések is arra utalnak, hogy a komplet zsáner fárad, és néhány kivételtől eltekintve az emberek már unják az egykapta fára épülő szuperhős produkciókat. A Marvelek lehet ennek a legújabb állomása, mely egyben a franchise mélypontját is jelentheti. Carol, azaz Marvel kapitány úgy érzi teljesen megbolondult az ereje, ugyanis véletlenszerűen elteleportál különböző helyekre akaratán kívül. Kiderül, hogy mindehhez köze van Kamala Khan nak vagyis Miss Marvelnak, és egy másik hősnek, Monica Rambeau-nak. Összefognak, hogy kiderítsék, miért történnek ezek a furcsaságok, és egyúttal megmentsék az univerzumot. A Marvel filmes univerzumát valószínűleg senkinek nem kell bemutatni. Az elmúlt 15 évben az egyik legnagyobb rendén nőtte ki magát, és egy átgondolt, kreatívan felépített világot sikerült kreálni, ahol a filmek hol szorosabb, míg lazább kapcsolatban álltak egymással. Aztán érkeztek a sorozatok, és hirtelen annyi tartalomra tehettünk szert, melyet szinte lehetetlen volt követni. Másfél év alatt 8 széria látott napvilágot, a Marvelek pedig már a 33. film mindent egybevetve. Mindezt azért emeltem ki, mert nem csoda, hogy sokan megcsömörlöttek ebben a dömpingben, plusz alkotói szempontból sem könnyű a sokadik alkalommal valami újat mondani. A Marvelek nem is próbálkozik különösebben, és gyaníthatóan senki nem ettől a címtől várja az innovációt, de attól még a végeredmény lehetne egy kellemes matiné. Sajnos nem így történik, de kezdjük az elején. Da műve, főleg egy korábbi filmből és két sorozatból építkezik. A Marvel kapitány, a Vandavízió vízió és a Miss Marvel ismerete nélkül lehetnek kérdőjelek, de egy-egy mondatban mindent megmagyaráznak, igaz ez kis sírlékből kapottnak érződik. Más kérdés, hogy a filmben szinte minden adhók módon történik, így nem azt nem szoroz az összkép tekintetében. A konfliktus magját a teleportálgatások, vagyis inkább a szereplők felcserélése szolgáltatja, mely érdekes felütés. Elvégre miként reagálja le egy tizenéves, ha hirtelen az űrben találja magát egy rakás idegen előtt, akik meg akarják ölni. Az ötlet tehát nem rossz, de közel sem aknázzák ki a benne rejlő potenciált, inkább csak egy mókás geg, illetve a végére az összhang szimbóluma marad. Ironikus módon pont azt a rövid montást élveztem legjobban, amikor hűség gyakorolnak és igyekeznek kontrollálni a testcseréket. Ő magában azonban ez nem elég kell egy antagonista, aki jelen esetben egy a bolygója megmentéséért küzdő vezér, Darben. Az ő motivációja és neheztelése Kerorra még érthető is lenne, de annyira funkciótlan mellék alaknak érződik, hogy semmi fenyegetőt nem vált ki az emberből. Arról nem beszél, hogy mennyire pocsékul zárták le a sorsát, mely egyfelől végtelenül észszerűtlen, másrészt komikusan röhelyes. De Costa hiába hozza az elvárható szintet, ha a ennyire gyengén van megírva. Minden esemény törvényszerűnek érződik, rendre a kritikus pillanatban jön egy-egy megoldás, lényegtelen, hogy meg sem volt alapozva. A világépítés továbbra is a galaxis őrzői szellemiségében haladna, miközben egy nagy adag Star Trek és Star Wars hatás lengi körbe az egészet. Ebben új fent ott lappang a lehetőség, de olyan planétákra jutunk el, ahol a felfedezés öröme helyett csak a szörnyű kínosság emészt fel. Az MCU-t persze eddig is a karakterek miatt szerettük, majd itt is mentik a menthetőt, gondoljuk. A marvelek talán legnagyobb hibája viszont, hogy érdektelen figurákkal van tele. Mindenkit el lehet intézni pár szóval, de nincs valódi jellemük. Nem értik meg a stúdió főnökök, hogy a más etnikum, kor, vallás nem jelent egyből kidolgozott személyiséget. Került a sokadik filmben látjuk, de még mindig bődületesen unalmas is egy síkú alak. Ő az izom. Mónika személyes drámája nem sok vizet zavar, inkább a tudományos szövegeivel tűnik ki, ő az agy. Kamala a legkedvelhetőbb, bájos, néha még vicces is, de ennyi. Ő pedig a szív. Hárman tesznek ki nagyjából egy épkézláb egyéniséget, ami valljuk be elég szomorú. Hallhattunk olyan hangokat, hogy a szokásos, táblistás jelnet új megvilágításba helyezi az addig történteket, és bár ez túlzás, látszik az irány, hogy mivel akarják visszacsábítani a rajongókat. A kérdés csak annyi, hogy nincs -e ehhez már túl késő. A morvelek nem katasztrofálisan rossz, hoz egy szintet, a bevet biztonsági játékot, de inkább csak pillanatai vannak. Az ötleteit nem használja ki, az eseményeknek semmi súlya, nincsenek tétek, mivel a szereplőket látványosan védi a plotármor. fő bűne mégis az érdektelenség. Sztori, karakterek, konfliktusok, megoldások tekintetében is mellőz bármi nemű autentikusságot vagy izgalmat. A Kevin Feige ragaszkodik hozzá, hogy innentől kezdve tini lányok és kis cicák, bocsánat, flerkenek feleljenek a világ megmentésért, akkor az MCU napjai tényleg meg vannak számlálva. Aki két pofára zabál minden Marvel tartalmat, és szereti is őket, és egyáltalán nem unja, az valószínűleg ezt is szeretni fogja, de mindenki más számára szerintem nyugodtan skippelhető ez a film. Vagy legalábbis meg lehet várni, amíg Disney Plus-on debütál. A jövő pedig sajnos egyáltalán nem tűnik olyan fényesnek az MCU számára. Úgyhogy én adok a Marvelekre 45%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, Gondolod, köves Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalál a leírásban, azt legközelebb találkozunk. Csat!